Szia, Ádám! Mi a legemlékezetesebb farsangi elmezed? Hú, hát én elég sokszor öltöztem be lánynak. És voltam egyszer ilyen kis Heidi, ilyen fonott szőke kis hajjal, meg voltak a lokniai, mint egy ilyen októberfeszten a lányok, akik viszik a sört. És ez amúgy paróka volt, vagy a saját hajad? Anyukám font parókát. Nem volt olyan hosszú hajam. De voltam egyszer cigánylány is. És volt kis csörgöm, táncoltam szoknyával, akkor meg fekete parókám volt. Én mindig tündéreknek öltöztem, és egyszer tűzmanó voltam, és anyukám csinálta olyan krapopírból a ruhámat, amit utána valahogy így sikerült leönteni, meg kicsit meg is égetni, úgyhogy ez az egyik emlékezetes darab. Hirdető oszlopnak öltöztem, nem kellett semmi, csak egy ilyen papír körbe tekertek, és megmaradt minden. A forma, a tartalom, második lettem. Amikor olyan gyereknek öltöztem, akinek a szülei elfelejtették, hogy farsang lesz. Hűha, nem voltak olyan emlékezetes jelmezeim, talán elsős általános iskolás koromban féllábú kalóz kapitány voltam, és azt hiszem, hogy azzal helyezést is értem el. Mémover, Magyarország első mémgyártósója, pénteken 20 órakor a Viaszat 3-on.